Betakarításra készen áll ez a napraforgó virág, ezt mutatja a szakember. Pedig az idei, különösen forró, aszályos nyár igazán nehéz feladat elé állította a mezőgazdászokat. Ennek a növénynek idehaza az elmúlt években folyamatosan nőtt a terméshozama, most ez a tendencia mégis megszakadhat. A szokatlanul meleg nyár ugyanis kedvezett a napraforgó kórokozóinak. A gazdák folyamatosan próbálkoznak az újabb és újabb hibridekkel, a gyorsan változó viszonyokat viszont még így sem sikerül lekövetniük. Mindenféleképpen a szárazságtűrés, a stresszmentesség, ami nagyon fontos ebben az esetben, illetőleg az, hogy hát azért illik megválasztani a termőhelyi adottságokat is, tehát a jó természetes termőképessége a talajnak, a jó vízgazdálkodása azért ilyenkor ez elengedhetetlen. Repcét nagyjából 300 ezer hektáron termesztenek Magyarországon. Most az ezzel foglalkozók is nagy bajban vannak. A forróság miatt ugyanis a növényt sok helyen megtámadta az úgynevezett fómás szárrák, ami ellen még nincs hatásos védekezési technológia. De ezek a problémák az utóbbi években változnak, úgy, hogy az időjárásunk is változik, így a problémák is változnak, aminek nem csak az időjárás az oka, hanem benne van nyilván a fajtáknak, a hibrideknek, a egyre jobb ellenállóbb hibrideknek a kinemesítése is. De tény az, hogy ma már mások a kortani problémák a napraforgóban, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Agrotechnikai munkálatokkal, öntözéssel és helyes tőszámmal sokat tehetnek érte a gazdák, hogy a termőföld és a növény is a lehető legjobb állapotba kerüljön, hozva így az elvárt termőmennyiséget.